Látványosan megfejelte eddigi sikereit Nagy Raúl a tolnai kajakkenu SL serdülő kitűzősége. A maratoni OB megnyerése után rövid távon 1000 méteren egyéniben második lett a vidékbajnokságon, párosban pedig egy másik klubbéli versenyzővel remekül együtt dolgozva győzelmet ünnepelhetett. De jött az elmúlt napokban a számára legrangosabb, mondhatni értékmérő, a jövője szempontjából fontos verseny, az európai olimpiai reménységek viadala, ahol Lengyelországban, Poznánban jelentős hátrányból a második helyre tudta felküzdeni magát a tolnai kajakos, a 35 ország alkotta kiemelt európai serdülőviadalon. Nehezebben indult, mert reggel rosszul voltam előtte, és a közép, hát az előfutam volt, ott harmadikként jutottam tovább, és utána a középfutamba pedig nagyon rosszul mentem, vagyis hát én nem éreztem jónak, és Veszélyben volt a döntő? Veszélyben. 200 méterrel a vége előtt még hatodik voltam körülbelül, és az 1-3 jutott tovább, de finisseltem 1-5, és akkor bejutottam harmadikként, és akkor kaptam egy 9-es pályát a döntőbe, és rosszul is éreztem magam a döntő előtt, hogy nem ment olyan jól a középfutam, de össze tudtam magam szedni. A fináléban a számára előnytelen pályán többek között a kanadaiakkal kellett megküzdenie. Ezredek döntöttek. Jól jöttem ki a rajtból, elsőnek talán 1-3-ba biztos, utána meg hát mentem tovább. Oldalra tekinteni, kinézni nem szabad, végülis jól osztottad be az erődet, és hát hogyan alakult a véghajrá? Hát szerintem jól osztottam be, talán hogyha hát az utolsó, hogy nem szabad nézelődni, de én nézelődtem, és hogyha nem nézelődök, akkor lehet meg lehetett volna, hogyha még picit beleteszek, de így sikerült. Végülis dobogón végeztél. Igen, második lettem, de nagyon szoros volt, és holt verseny lett. Úgy volt, hogy 5000-en belül holt verseny, és én csak 4000-et adtam a harmadiknak. A negyedik az nem volt hozzánk annyira közel, 2 másodpercen kívül volt szerintem. Ez az ezüst, no meg a maratonban szerzett országos bajnoki cím is jelzi, Nagy Raúl nemzetközi szinten is képes lehet, akár már jövőre, kiváló eredményekre. Ha 18 éves korára eldől, hogy melyik szakágat lehet választani, hol érhet el nagyobb sikereket. Jó lenne egy párosban rövid távon, maratonon meg egyesbe. A páros társaddal milyen a kapcsolat? Hányszor találkoztok az edzőtáborokon kívül? Hát mutasd be őt! Edzőtáborokon kívül nem olyan sokszor, de azért szoktunk találkozni, meg versenyen általában mindig együtt vagyunk, akkor verseny előtt is, mikor futam előtt kell biztatni egymást akkor is. Ő hogy látja ezt a páros jövőjét? Tehát mindenképpen veled, benned gondolkodik? Nincs igen, a klubba konkurencia? Ezt már megbeszéltük, hogy igen, ki akarunk jutni valami nagyobb versenyre ketten. Az 52 igazolt versenyzővel bíró tolnai szakosztálynál további ígéretes versenyzőkből ezúttal sincs hiány, a nyári edzőtábor is meghozta ilyen szempontból a hasznát. Most legutóbb ugye Nagy Raúl az olimpiai reménységek versenyén kitűnően szerepelt, de mellette vannak kölyök válogatott kislányunk is, aki most Dunavarsányban van edzőtáborban egy hétig. Jövőre azért vannak nekünk az Ezer Dávid, a Bali Máté serdülőként már a maraton válogatón negyedikek voltak az országos bajnokságon az ifik között, tehát ő nekik mindenképpen egy Európa bajnokság kéne jutni. Hát egy nagy cél lenne a világbajnokságra a kijutás, mert főleg hát, hogy Kínában rendezik jövőre a világbajnokságot. Ez már önmagában is elég ahhoz, hogy minden szakágban, minden korosztályban a világon első számú magyar kajakkenu sportban az eddigieknél is nagyobb harc legyen versenyszámonként a hazai válogatókon a két kijutási helyért.